Karácsony Gergely, az Együtt 2014 PM társelnök a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondják önök, hogy Magyarországon nincs tisztességes verseny az 1500 milliárd forintos közbeszerzési piacon. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy eddig is azzal a problémával küzdöttünk, hogy nagyon sok pénzt költünk el közbeszerzéseken, és nagyon kevés érdemi pályázat van, nagyon kicsi a verseny, nagyon kicsi az árverseny, és nagyon kicsi azoknak a közbeszerzéseknek az aránya, ahol valamilyen jogorvoslati eljárás kezdeményez valaki, leginkább ugye a vesztes féltől várható el az, hogy még vigyen egy ilyen eljárás, és ez azt gondolom, hogy függetlenül konkrét ügyektől, ez közös érdekünk lenne, hogy minél több ilyen eljárás indulhasson, hiszen ezzel tudnánk kiszűrni az olyan közbeszerzéseket, ahol nem az adófizetők szempontja érvényesültek, hanem mondjuk valamilyen fajta korrupciós befolyás érvényesült. Indultak korábban ilyen jogorvoslati eljárások nagy tömegben? Eddig is nagyon alacsony volt ez a szám. Tehát ugye 2011-ben volt egy fontos változás, és előtte is összesen azt hiszem 7%-ban, a közbeszerzési eljárások 7%-ában volt ilyen jogorvoslat. Viszont ezeknek a fele meg is állapította a törvénysértést. Tehát, fele? Igen, tehát az nagyon magas. Az egy magas arány, tehát hogyha sokkal több esetben elindulna maga az eljárás, és ugyanúgy ki tudnánk szűrni a gyanús ügyeket, akkor valószínűleg sok pénzt lehetne spórolni. Önöknek az eljárás költségeivel is vannak gondjai. Hát több problémák van, most kifejezetten egy dologról beszéltünk, ez pedig az a kormányrendelet, ami gyakorlatilag a csillagos égig fölemelte azt a díjat, amit fizetni kell egy vállalkozásnak, hogyha igazat akar szerezni magának. Mit ért az a magyar csillagos égig? Hát ez azt jelenti, hogy eddig különböző eljárások vannak, amikor magát a pályázati kiírást támadta meg valaki, akkor 150 ezer forintot kellett ezért fizetni, és gyakorlatilag nagyjából olyan átlagosan 28 nap alatt a döntő bizottságok ezt kivizsgálták. Ez egy komoly sok milliárdos pályázatnál nem olyan nagy össze. Egy kisebb pályázatnál is érdemes kifizetni, tehát hogy van egy 10 milliós közbeszerzés, ami persze óriási pénznek tűnik egy magánember szempontjából, egy közbeszerzés szempontjából egy kisebb tétel, akkor is ennyi pénzt érdemes áldozni. Na most ezt átalakították, és most a szerződéses összeg 1%-a maximum 25 millió forint, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy felső plafonja, igen, de hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az átlagos közbeszerzési értéket, ha figyelembe veszük, ez több mint 10-szeres emelés. És innentől kezdve nyilván mindenki nagyon óvatos azzal, hogy elindít egy ilyen eljárás, vagy nem indít, ugye eleve kétesélyes. Ráadásul, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azért az elmúlt időszakban a közbeszerzési döntéseknek a politikai függetlensége is enyhén szóval megkérdőjeleződött. Tehát innentől kezdve nyilván egyrészt egy csomó már el se indulnak a pályázatokon, tehát nagyon nagy mértékben visszaesett a pályázatok száma is. Tehát átlagosan eddig egy közbeszerzésen 4 pályázó volt, most ez 2,5 pályázó van, tehát majdnem a felére csökkent. Miért sejtünk el mögött politikai hátsó eseményeket és dolgokat? Kevesebb a pénz a piacon, kevesebben kockáztatnak, recesszió volt. Önmagában a közbeszerzések száma nem csökkent, meg az elköltött összeg sem. Tehát átlagosan évente a 8000 közbeszerzés volt legutóbb is. Tehát ugye ezek nagyon nagy mértékben EU-s pályázatokhoz összefüggő dolgok, tehát nem feltétlenül a gazdasági hullámhegyek vagy hullámvölgyekhez igazodnak. És hát itt ugye ott lóg ki a lóláb, hogy én több írásbeli kérdésben nyújtottam Németh Lászlónak, hogy mégis mi indokolja ezt a döntést, és az egyik válaszában azt írta, hogy hát voltak bizonyos ügyek, amik nagyon elhúzódtak. És akkor én megkérdeztem, hogy mondja már meg, hogy mik ezek az ügyek, és akkor kiderült, hogy ezek gyakorlatilag túlnyomó többségében olyan közbeszerzések, amelyekben a közgép érintett volt, vagy úgy, mint nyertes, és ugye nagyon nehezen tudta megnyerni, mert mindig volt egy jobb ajánlat, és ugye az alulmaradt felek akkor még próbáltak küzdeni az igazukért. Ebben biztos, hogy ez történt? Mert ez már más ahhoz képest, amit Németh válaszában kapott. Ez biztos, mert maga a miniszter azt mondja, hogy felsorolta, hogy mely ügyekről van szó, és ezekben az ügyekben mindegyikben a közgép érintett volt. De hogy az elhúzódás tárgya az volt, hogy a többi, amit hozzátett a mondat második fele, hogy a többi pályázó az esetleg jobb ajánlatot tett, de le kellett nyomni őket menet közben. Ez már más. Fel lehetne sorolni az összes ügyet, de itt mondjuk van ez a Szajor-Püspökladány vasútfelújítási szakasz, ami egy több mint 100 milliárd forintos közbeszerzés önmagában, és itt ez két szakaszban volt kiírva, és itt nagyon hosszasan tényleg ment egy jobb vita, csak azt kell látni, hogy a közgép mellett több pályázó is volt, úgy emlékszem, még három másik cég, és mind a három jóval olcsóbban vállalta a munkát, és mégis a közgép nyerte meg. Ráadásul, és itt azon az gondolom, hogy tényleg betelik a pohár, hogy ráadásul utólag a kormány a kormányrendeletben megemelte a keretösszeget, és a közgép így tudta elvinni a munkát, plusz 24 milliárd forintért,
és azt mondják közlekedési mérnökök, hogy Németországban a Berlin és Hamburg közötti teljesen hasonló műszaki paraméterek mentén kiírt közbeszerzés, vasúti felújítás, az pont a negyedébe került Németországban, ahol nyilván egyébként nem olcsóbb a munkaerő. Tehát, nem tudom, hogy elmondtuk-e, bocsánat, a nézők kedvéért, ha bárki volna az országban, aki nem tudja, hogy a közgép Simicska Lajos érdekeltségében. Hát a közgépről igen, kiderült, ugye sokáig nem tudtuk, hogy ki a tulajdonosa, és aztán végül is lelepleződött ez a történet, hogy ez Simicska Lajosnak a tulajdonában áll, akiről ugye lehet tudni, hogy Orbán Viktor szobatársa volt, aztán a Fidesz gazdasági vezetője, aztán pedig az első Orbán kormány idején a miniszterelnök javaslatára került ugye az adóhivatal élére, és mondom, ugye botrányos körülmények között aztán távozott, hiszen ott mindenféle cégek eltűntek ott a látótérből, olyan cégek, aminek komoly köztartozása volt. Tehát itt azt lehet látni, és ez a korrupciónak egy olyan típusú formája, amiről mostanában elég sokat beszélünk, amikor nem csak arról van szó, hogy valakik visszajönnek a hatalmukra, hanem maga a törvényhozás, a jogalkotás, az egy direkt, egyértelműen alárendelődik bizonyos gazdasági érdekeknek. Ez van a trafik ügyben, ugye, ami most óriási botrány van teljes joggal, és azt gondolom, hogy még fogunk még sokat beszélni a trafik ügyről is, csak azt kell látni, hogy itt nagyságrendileg több pénzről van szó, kevésbé látványos, meg itt nincsenek hangfelvételek, meg itt már nagyon kell vigyázni, és nagyon kevés beavatott szereplője van ennek a játszmának. Csak azt kell látni, hogy például ilyen kormányrendelet, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy valaki megtámadjon egy közbeszerzési döntést, mert annyira drága, hogy egyszerűen nem éri meg, annak az lesz az ára, hogy mások sokkal drágában elviszik azt a munkát, amit egyébként meg lehetne csinálni adott esetben mondjuk jóval olcsóbban is. Ha már a korrupcióról beszélünk, mert miről másról, a 444.hu hírportál szerint a frakciók több mint 1500 szerződést kötöttek 2011 és 13 között, tanácsadásra, külső szakértői munkára. Átnézve ebbe szinte mindenki benne van, mintha önöknek a Hold udvarába nem tartoznának újságírók, celebek és egyéb közszereplők. Így van ez, vagy önöknek is vannak furcsa tanácsadói szerződések? Hát én azt gondolom, hogy nyilván azért nem kerül be az újságcikkbe az egykor volt LMP frakció szerződései, amelyeket én személy szerint írtam alá annak idején nagyon nagy részben, mert nem volt rajta olyan típusú szenzáció. Tehát mi arra költöttük... Ugye itt nem tudom, hogy mikor összeg határ fölött jöttek ezek a szerződések. Szerintem a legérdekesebb dolog az lett volna, amikor a valamelyik akciónkhoz láncot kellett vásárolni, és mivel a kommunikációs költségvetést mi a frakcióból fedeztük, egyébként minden más pártnál így van, akkor hát az akcióhoz vásárolt láncokat is elszámoltuk, ez néhány ezer forint volt egyébként. Ez lett volna szerintem a legérdekesebb történet. Tehát nálunk sem volt sportoló, se színész, sem más celebritás, akit azért tartanak a pártok, hogy hát nem elsősorban abban erősek, hogy a törvényhozási munkát segítsék, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hanem másféle hasznot hoznak a pártoknak. Nálunk nem volt ilyen. Én azt gondolom, hogy ez az eset is arról szól, hogy az átláthatóság és a nyilvánosság a közpénzek elköltésénél nagyon fontos. Tehát, és mégis ez az egyetlen, ami visszatart politikai szereplőket attól, hogy is mondjam, ne feltétlenül a közérdeknek, hanem más típusú érdekeknek megfelelően költsék az adó forintokat, hogyha nyilvánosság van. Hát ez egy, nézze. Vagy ez egy önszabályozós mechanizmus kéne, hogy legyen, amit egyesek komolyan vesznek, mások nem. Azt hozzá kell tenni egyébként, hogy jelenleg a pártok finanszírozása úgy néz ki, hogy a frakciók azok fölül finanszírozottak, a pártok pedig alul finanszírozottak, és ezért nagyon sok klasszikusan nem a törvényhozáshoz kötődő feladatot a pártok a frakciók költségvetéséből finanszíroznak. Például a kommunikációt mindenhol a frakciók szokták finanszírozni, mennyire én tudom. Lehet, hogy ezen kéne úgy módosítani, hogy tényleg csak a törvényhozáshoz kapcsolatos feladatokat finanszíroznak a frakciók, viszont azt látni kell, hogy a pártok finanszírozása területén nem az a fő probléma, hogy ők olyan marha sok pénzt kapnak, hanem az, hogy nem tudjuk, hogy honnan kapnak még. És szerintem minden adófizető jobban járna akkor, hogyha lehúznánk a rolót, és a pártokat nem lehetne támogatni csak nyilvános módon, tehát csak úgy, hogy aztán az nyilvánosságra is kerül, viszont esetleg növelnénk a pártoknak az állami költségvetését, hiszen azért lássuk be, hogy elvárjuk a pártoktól, hogy országos szervezetük legyen, hogy tudjanak kampányolni, hogy sok embert meg tudjanak mozgatni, ez viszont nem megy ingyen, tehát ebben van egy olyan típusú farizeus magatartás, amin tovább kéne lépnünk ahhoz, hogy ne legyenek ilyen típusú botrányok. Elég régóta, elég következetesen, elég sokan mondják ugyanezt. Köszönöm szépen, hogy eljött. Igen, köszönöm szépen én is.